Köszöntöm a kedves nézőket! Én Katica vagyok, a Kavalkád című televízió műsorházi asszonya. A Kavalkád első évada, mely 10 epizódból állt, véget ért. Akik figyelemmel kísérték műsorunkat, azok tudhatják, hogy minden egyes epizódban amatőr táncosokat sorsoltunk ki, akik megcsillogtathatták tehetségüket. Minden epizódban a zsűri pontszámai alapján kialakult a táncosok között egy rangsor. Mielőtt a győztes páros kilétére fény derül, tekintsünk vissza az előző epizódokra. Ez itt a Kavalkád, mindenki táncolnád, hallgatjuk a jó zenét, igazi szabadság, a jókét garantált, legyen mindig szerencséd, igazi ritmus vár, és itt nincs korhatár, gyere velünk bulizzál, téged vár az igazi Kavalkád. A ritmusra fel, téged vár a tánc tér, érzelmekkel, úgy lyüktet bent a szíve, ezt érezni kell, mert oly csodás az élet, csak élned kell. Nem késhetsz el, dombol már a bérem, készülj most fel, kívül belül érzed, ne add hát fel, az ösztön benned ébred, ez felverzsel. Mindenki táncolnád, hallgatjuk a jó zenét, igazi szabadság, a jókét garantált, legyen mindig szerencséd, igazi ritmus vár, és itt nincs gólhatár, gyere velünk bulizzál, téged vár az igazi Kavalkád. A reflektorfény most rád világít szépen, a csak rajtad múlik éppen, ez nem lányregény, nem lehetsz most étlen, ne légy hát szerény. Úgy döntöttél, eljöttél és itt van, már is győztél, a lényegen már túl van, jól küzdöttél, érezd magad sztárnak, te már nyertél. Ez itt a Kavalkád, mindenki táncol már, hallgatjuk a jó zenét, igazi szabadság, a jókét garantált, legyen mindig szerencséd, igazi ritmus vár, és itt nincs korhatár, gyere velünk bulizzál, téged vár az igazi Úgy látszik, hogy itt most a három zsűritagból van két rossz zsarú, és én vagyok a jó zsarú. Nekem tényleg mindenki nagyon tetszett, de hát maradjunk annyiban olyan Shy Guys zenéjére, nehéz is lett volna nem jól táncolni. És tényleg mindenki felvette a ritmust, én nagyon-nagyon élveztem. A szólista hölgyet nem kell szerintem magyaráznom, hogy miért adta a maximális pontszámot, nagyon-nagyon nehéz dolga volt, és tényleg mindenki tetszett, úgyhogy nem tudtam, melyik mancsomba harapjak, és igyekeztem mindenkinek a legjobbat adni, és azt gondolom, hogy a Shy Guys nélkül mit értünk volna mi, úgyhogy ez egy parádés kezdés volt, és hajrá mindenkinek, csak így tovább. Én röviden összefoglalnám, ha addig üljetek le. Egyébként, mert az is nagyon érdekes ebben a versenyben, hogy ugyan nem a lovakat lelövik, ugye, de hogy kardiónak jó, és az állóképességetek is nagyon komolyan igénybe van véve, figyelem, és még van még kategória, hát most már csak alig pár. Na, szóval
Én egyébként az alapján pontozok, hogy kit látok, ugye, mert ez egy őrület. Azért volt nektek nehéz a táncdal, mert itt a profitáncosok nagyon tolták, és nyilván nektek nem ugyanazt kell csinálni, és nagyon szépen dolgoztatok. Annyit érdekességképpen nem. Én azt figyelem, hogy ki ad hozzá olyat, hogy kinek változatosabb a mozgása. Tehát, hogyha egyfajta lépést csináltok végig, akkor azt lefele pontozom, hogyha több mindent, az innovációt azt díjazom. Illetve hát a hatos azzal buktál le nekem, hogy amikor nem szólt a zene, akkor is ugyanazt táncoltad, ezért voltam kegyetlen hozzád most, de próbálok mindenki ezzel jó szívvel is, mert nagyon szépen küzdöttök. Én már attól elfáradtam, hogy nézlek benneteket, de tényleg gratulálok, csak így tovább. És akkor most jöjjön, ami nem volt még, eredményt hirdetünk. 5. helyezést az 5-ös páros nyerte, vagy érte el. Hatalmas tapsot kérünk nekik. 4. lett a 12-es páros nekik, és hatalmas nagy tapsot, mert nagyon ügyesek voltak. 3. helyezés a szóló versenyzőnk, a 6-os versenyző. 2. helyezés a 2-es páros, hatalmas nagy tapsot, és az 1. helyezett az 1-es páros. Nagyon-nagyon szépen köszönjük és gratulálunk nektek. Elárulom, hogy a csókját nagyon szeretem, az elsőt immár el soha el nem feledem. Sárga rojtos a kendőm, cigánylányos szeretőm. Azt gondolom, ez elég jó megpörgetett mindenkit ez a kis dalocska. Úgy látom, mindenkinek gyöngyözik a homloka, fázni nem fáztok. Hát én a 15-ös párost, aki szóló, azért értekeltem a legjobban, mert egyrészt tudott párosodni is a színpadon itt menet közben. Másrészt nem csak édes hármas is. Gyakorlatilag végig énekelte a dal, tehát mind a két tehetséget megcsillogtatta. Hozzáteszem, hogy a többiek is, mindenki igen, nagyon jó volt, csak a sok jó közül mindig van egy kiemelkedő, ez most a 15-ös volt, úgyhogy gratulálok neki innen is, persze mindenki másnak is. Én nekem összességében a hangulat tetszett végig, az összes produkció alatt, tehát minden egyes zeneszám, bárki is, bármelyik előadó vagy együttes állt is a színpadon, mindenki mosolygott, mindenki megpróbálta jól érezni magát. Nem tudom, hogy esetleg pont olyan dallamokat kaptatok, amelyek nektek tényleg legalább a szíveteknek kedves volt valamelyik, ha már esetleg nem mindegyik a lábaitoknak, de az viszont tényleg látszott, hogy jól érzitek magatokat, és nekem az volt a legfontosabb. Hát az zseniális volt, amit a 10-es páros csinált szintén, én őket is kiemelném. Tehát én utoljára nem is tudom, a Győri Balettben láttam hasonló őrületeket. Inkább kortársnak érezném azt, amit ők. Hát igen. Kortárs. Kex és ostyagyár, nem tudom, valamelyik a kettő közül, hogy a 9-es, 11-es páros, jól mondom, ugye 11-es, ők tényleg hozták azt a fajta nagyon-nagyon finom a régi világból áthozott, intelligens, megfontolt, nagyon komoly hangulatot, amit én nagyon-nagyon szeretek, és én ezt a stílus szeretem amúgy a mai napig, mert ebben benne van minden. Annak a régi világnak az esszenciája, amit nagyon sokan most elfelejtenek, de hogyan kell úriasszonynak és úriembernek lenni, és ezt külön köszönöm nektek. És hát a showmenünk ugye a 15-ös sorszámmal. Én nem tudok mit mondani, szerintem nagy színpad, úgyhogy gratulálok mindenkinek. Köszönjük szépen a zsűri értékelését, és ha jól tudom, megvan a végeredmény. 4. helyezettet ért el a 10-es páros. Hatalmas nagy tapsot kérek nekik. Nagyon jók voltatok. 3. helyezés a 9-es páros. Hatalmas tapsot kérünk nekik is. Vajon ki lehet a második? Azért nem mondom meg, mert akkor kiderül, hogy ki az első. Na jó, megmondom, hogy a 2. helyezést a 11-es páros érte el. De csak egy icipicivel szorította maga mögé őt a 15-ös versenyzőnk, úgyhogy nagy tapsot kérünk! Te lettél a mai győztes! Nem titkolom, nagyon boldog vagyok. A szemem soha-soha nem pihen, mert ébren is álmodom. Nem titkolom, rólad álmodom. A szívem soha-soha nem pihen, mert rád gondolok.
Kettes, az nagyon cuki volt, mert a minimálban nyomtátok, de pont ahogy, tehát pont ami benne van a dalban, már az a lüktetés volt végig, tehát az csoda volt, csoda volt. A 15-ös meg az lenne, hogy hát neked akkor kellene szerezni vasakat, igaz? Mert néztem, hogy most már többször, amióta jársz ebben a műsorban, próbálkoztál steppel. Igen. És csak nem jól hallatszik, de lehet, hogy így jobb is, tehát lehet, hogy mégsem kell. Nem, lehet, hogy nem kell vas, jó, mindegy, jó. De nektek is gratulálok mindenkinek, ez nagyon szép dal volt, nagyon szépen együtt lüktettetek vele, köszönjük az élményt. Hát szerintem most megint nagyon jól sikerült ez a mulatos. Igaz, hogy most már a műsor végén vagyunk, tehát picit fáradtabbak vagytok, és azért látszik is rajtatok. Igazából itt a 8-as párt emelném ki azért, mert őnekik adtam most a legkisebb, a 8-as pontszámot. Viszont egy kicsit nekem itt felemás érzésem volt, ma a fiatalasszony az nagyon ropta. A fiatal ember az már kicsit megfáradt. Nem, nincs már meg az a kondi, ami kéne, úgy érzem. Tehát, na mindegy, szóval ügyesek voltatok ennek ellenére. Hát ugye a 15-ös szóló fiatal ember az megint hozta a szokásos formát, és itt megtámadta a művésznőt, és különböző furcsa figurázást mutatott be, tehát ő azért tudja, hogy kell itt a pontokat gyűjtögetni. A 2-es, 4-es az meg teljesen stabilan hozta. Abszolút. Az eddigiekben is hozott jó formáját, érezték a ritmust, meg volt a mozgás, úgyhogy hát én ehhez csak gratulálni tudok, összességében is csak gratulálni tudok, bár ez Belezna Jendre szokta mondani, de most igen, elmondtam helyette. Igen. Engedd meg, Balázs, hogy mondd el, hogy gratulálok nekik. Igen. És még Madár Vera is gratulálni szeretne. Én a kettőjük nevében is szeretnék gratulálni, és a családtagjaim nevében is, akiknek majd át fogom adni ezt, hogy mennyire felettébb, nem tudom. Kérem, kapcsolja ki, nem tudom, ügyvédemet akarom, elég! Jó volt! Jó, segítség! Jó. Hilfe! Na jó, több komolyságot. Tessék, ezzel kellett volna nyitni, ezzel a meglepetés mulatóssal, és akkor elképzelhető, hogy jobban felpörgött volna mindenki, de én azt gondolom, hogy összességében, és higgyétek el, nem állítom, hogy profin értek a csillagok állásához, de ma front van, ami azt jelenti, hogy ma egy picikét mindenki a teljesítő képességét egy fél fordulattal, minthogyha negatívabban érezné, de semmi gond, mert jövő hétre mindenki felszívja magát, mint a vizes szivacs, és kirúgjuk a mulató oldalát, úgyhogy hajrá, hajrá, szuper volt mindenki, én akkor is imádtam az összes táncot tőletek, kész, ennyi. Harmadik helyezésünk lett, ugyanis van egy holt versenypárosunk, így hát a harmadik helyezett a 8-as csapat, hatalmas tapsot kérünk nekik. A második helyezettünk a 4-es csapat. Nekik is jár a taps. És az első helyezett holt versenyben a 2-es és a 15-ös csapat lett. Mulató és zenész vagyok, neked bármit eldalolok, nem kell ide hasonlat, csinálom a jó kedvet a partikat. Nagyon jól táncoltatok, igazi rongylábúak vagytok, tehát nagyon jó volt tényleg. Meg szeretnék dicsérni külön titeket, mert mosolyogtatok, énekeltetek, nagyon nagy lendülettel, energiával felszántottátok a színpadot. Úgyhogy ezt az energiát, lendületet a következő produkcióba is szeretnénk látni. Mindenkire gratulálunk. Szépen. Az az igazság, ebben az utolsó produkcióban megint bombasztikusan profik voltatok, tehát most már gyakorlatilag kezdi elveszteni a verseny az amatőr táncverseny jellegét, mert hogy annyira toljátok. Vagy ennyire belendültetek ugye ez alatt a néhány szám alatt, vagy titokban mindenki tánctanár valahol. Vagy az instrukcióink, igen, ugye, amiket adunk. Igen, vagy madárművésznő instrukciója, sokat segíthetett. Szóval a lényeg az, hogy tényleg jók voltatok, árnyalatnyi különbségek voltak, ezért is próbáltuk ez a 9-10-zel differenciálni, de mindenkinek csak gratulálni tudok, úgyhogy ti hogy láttatok? El kell jönni hozzánk a stúdióba, tehát nem csak a táncparkettan ilyen a hangulat, hanem itt az egész stúdióba. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy jöjjetek, versenyezetek, gyertek el hozzánk, mert hogy látjátok, nálunk csak ilyen hangulat mindig, úgyhogy... Ezt én is így gondolom, egyre jobb, hogy a... egyre jobb, és hogy egyre jobban belelendültetek ti is a fokozatosan, nagyon. Tehát, hogy csak a zsűritársaim mondták, le a kalappal előttetek. És a stúdióban is gyakorlatilag vágni lehetett, vagy meg lehetett ragadni ezt a hangulatot, amit ti hoztatok. És higgyétek el, hogy
Én nem csak abban látom ennek a trükkét, vagy a csinyát-vinyát, hogy most már azért jó pár hete benne vagyunk ebben a versenyben, hanem valahogy ez a kisebb, szűkebb társaság, aki itt maradt és velünk van folyamatosan, az egy kis család is lett, és én azt gondolom, hogy együtt kezdett mindenki egy picit rezegni. Szereti a zenét, élvezi egymás társaságát, és ez nagyon-nagyon átjön, úgyhogy szerintem ezt nagyon sokáig tudnánk mindannyian nézni, úgyhogy gratulálunk nektek tényleg. Köszönjük szépen! Én pedig még annyival szerettem volna kiegészíteni, hogy remélem otthon a tévénézők látják, hogy milyen bombasztikus, fergeteges hangulat van, és ahogy megy előre az idő, és ahogy öregszik a műsor, egyre többen és többen leszünk, és élvezhetjük együtt ezt a nagyszerű versenyt. Én úgy tudom, hogy megszületett a végeredmény. A negyedik helyezést érte el a mai napon a hármas csapat. Nagy tapsot szeretnék! Köszönjük szépen! A harmadik helyezett pedig a 12-es csapat. És a második helyezett, amivel együtt kiderül az első helyezett is, a 11-es csapat. Nagy-nagy tapsot érdemelnek. És így értelemszerűen az első helyezett, a 14-es csapat. Hangú Pintács Vikire mulattatok, ugye nagyon magas pontszámot kapott mindenki, pontosan azért volt, mert elbűvöltetek. Tehát ennyire jól mozogni, ennyire egyszerre, bár kicsi csalás volt benne, mert a két táncos lebú 15-ös és a 6-os versenyző profi táncossal táncolt, de nagyon jól feltaláltátok magatokat és értékeltük, úgyhogy ezért is alakultak ilyen magasan a pontszámok, és hát ugye a kedvenc kategóriámról beszélünk, ahol érezzük a lendületet, úgyhogy következőkben is ezt várjuk tőletek. Valami miatt én most már ugye sokadik adástal azt veszem észre, hogy az utolsó dalra annyira belendül mindenki, és annyira egységesen tudtok a végére, és tényleg egyszerűen itt lehetetlen volt pontozni, mert tök lelkes volt mindenki, mindenki táncolt, rázta magát, jól is csinálta, tehát eltaláltuk azt, ami ugye éppen szólt, úgyhogy ezért lett egy ilyen gyönyörű egyöntetű eredmény, én csak gratulálni tudok a ráadás dalhoz, illetve a ráadás produkcióhoz. Nyilván a verseny egészét tekintve viszonylag szoros mezőny volt, ugye azt gondolom, hogy jót tett, hogy a 6-os és a 15-ös egyesült, bár itt az utolsó produkcióban a 15-ös úr az egyesült egy másik úrral, a 6-os hölgy meg egy másik hölgyel, de hát igazából de jó modern világban élünk, mi elfogadjuk ezt is. Ez a szerelmi kavalkád, ugyebár. Igen. Nem csak a táncos kavalkád. Van-e szerelmesebb vallomás, ugye akkor legyünk stílszerűek, zseniálisak voltatok. Nagyon szépen köszönjük. Gratulálunk mindenkinek, és várjuk a végeredményt. Köszönjük szépen. A mai nap eredményei a következőképpen alakultak. Negyedik helyezést ért el a 9-es páros. Hatalmas tapsot kérek nekik. Harmadik helyezést ért el az 1-es csapat. Gratulálok! Második helyezést ért el a 15-ös csapat. És holtversenyben az első helyen a 3-as és a 6-os csapat végzett. Hatalmas tapsot kérek nekik! Híved a jó, just még nem mehetsz el. Hová is mennél? Itt vagyok én, és baby, majd átölel. Köszönöm a szót. Nagyon tetszett a valami. Na, azt szerettem volna mondani, a 7-es páros azért nyűgözött le, mert úgy tűnt, mintha erre külön készültetek volna. Tehát egy otthonról hozott koreográfia, tehát hogy nagyon szépen használtátok a teret ezzel, amikor egyszerre mozottatok föl le. Az nagyon megfogott engem. Illetve a 3-as csapatot is azért így dicsérném meg, mert hogy a többieket pedig biztatnám, hogy láttam, hogy vannak rá törekvések. Tehát a teljes teret nyugodtan használjuk. Most már nincs itt az Ács Bálint, tőle nem
lehetett elférni, azt tudom, hogy beleakadtunk a Shy Guys-ba, de már elmentek. Tehát az üres tereket töltsük ki, ez a természet törvénye, a természet nem tűri a vákumot, az üres helyekre nyomuljatok be. És csak így tovább ebből a szelepből, köszönöm szépen. Nekem meg eleve nem szőrös a szívem, max a fejemen van némi szőr. Én tényleg mindenki tetszett, meg is szeretem az egyéniségeket, és hát ez vagy bőszintén, hogy nem nehéz egyéniségeket találni ezen a színpadon sem, úgyhogy a jó szívem az ennek is volt betudható, és az, hogy szeretettel gratulálok, az így üresen cseng, de higgyétek el, hogy tényleg őszintén azt gondolom, hogy mindenki valamelyik táncformában nagyon-nagyon ügyes volt, és hogy összességében megérdemeltétek a, hát a tőlem kapott pontszámokat, megérdemeltétek a két szőrös szívű alak, arról inkább nem beszélek, és erre akkor iszom egészségünkre. Ez most az enyém? Ne aggódj, ki tudja, mi van benne. Egészségetekre! Köszönjük szépen a zsűri értékelését, és akkor most lássuk, hogy hogy is alakult a mai verseny. Ki lett a mai rész győztese? Én már látom a végeredményt, nagyon izgalmas. És akkor én úgy gondolom, hogy menjünk hátulról előre. Negyedik helyezést ért el a hetes páros. Nagy tapsot kérünk nekik. Nagyon ügyesek voltatok. Ne csüggedjetek el, mert szerintem nagyon-nagyon ügyesek voltatok. A harmadik helyezés a 9-es páros. Ők is megérdemlik a nagy-nagy tapsot, mert nagyon-nagyon ügyesen végig táncolták. Második helyezés a 4-es páros. És értelemszerűen a rész győztese, aki a nagy-nagy tapsot érdemli, a 3-as páros. Láttam még a legelején egy-két párnál, hogy egy picit a klasszikus ritmusokban kezdi el ezt a popdalt táncolni, de aztán utána szerintem, és nagyon jó ötlet nézni a profi táncosokat, és egy-két mozdulatot elcsenni tőlük, mert nem véletlenül vannak a színpadon, egyrészt gyönyörűek, másrészt nagyon jól táncolnak és profik, és úgy láttam, hogy egymásra is jó hatással voltatok, meg persze elcsentetek mozdulatokat a profi táncos pártól, és a végére olyan szinten jött bele mindenki. Hát igen, voltak olyan párosok, ahol az úriember például szintén megint egy olyan izgalmas egyéni koreográfiákat valósított meg, de a hölgy partnere igazán jól felvette a ritmust, úgyhogy külön gratulálok, remek volt az összhang. Itt a kékbe öltözött párban is ugyanezt éreztem, hogy nagyon egymásra hang a dal felénél, és hát a két klasszikus. Annyira jó volt látni ebben a műfajban is benneteket, komolyan mondom, még popzenét. Köszönöm nektek az élményt. Rám szokott hárulni ez a ráadás értékelés. Igazából szokás szerint egy rock and roll vonalon mindig mindenki jól teljesít. Ezt ugye most megint láttuk ebben a műsornak, ebben a dalában is. Aki kiemelkedő volt a 14-es páros ebben a nagyon-nagyot ugrok, aztán nagyot koppanok történettel. Ami úgy érdekes volt, nem teljesen fél bele nekem a rock and roll vonalba, azért nem lett 10 pontos nálam, de egyébként nagyon, nagyon látványos volt, ez már show-szerű. Hát tehát... akrobatikus rock and roll. Igen, akrobatikus, ezt a szót kerestem. Igen. Hát, a Van Halennek van a Jump című száma, szerintem pontosan így kezdődik, hogy a levegőbe ugrik az úriember, úgyhogy engem kísértetésen idézte azt a kis nótát, de mindegy. Tehát mindenkinek megvolt, azt gondolom, az erősség ebbe az utolsó számba is, meg természetesen a műsorban is. Nagyon-nagyon szoros a pontozás, nem is tudom, itt mi lesz a végén. Tehát nem tudom. Lehet, hogy mindenki egy utazik a főnyereménybe wellness-elni. Lehet. Na, de majd ez kiderül a legeslegvégén. Mi elmegyünk helyettük mi? Nem tudtuk eldönteni, majd. Sajnos nem tehetünk róla, nem tudunk mit csinálni. No, minden esetre azt gondolom, hogy mindjárt meg lesz a végeredmény. És mindjárt kihirdeti Katica, addig is még gratulálunk a résztvevőknek. Hogyne. És általában is elmondható, hogy ez egy nagyon komoly harc volt, nagyon szépen küzdöttetek, és tényleg nagyon szépeket táncoltatok. Itt a rock'n'rollnál én azért adtam nem mindegyikre 10-est, pedig kaphattatok volna mindre. Csak megfigyeltem azt, hogy néha zenétől függetlenül is. Tehát mintha valamilyen bódót állapot. Ja, de a zenétől volt, csak azt...
hogy ebben a zenében vannak kiállások, és ti akkor is twisteltetek, ha kellett, ha nem. De ez nagyon fontos, a twist örökké tart, úgyhogy nem is kritika ez, csak megjegyzésként mondtam, hogy mondjak én is valamit, hogy ne csak a Balázs. Minden esetre jelentkezzen az, aki úgy érzi, hogy bármelyik műsorszámban vagy bármelyik táncban jobban tudott volna, mint amit itt produkált a színpadon. Kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan disznófülű, aki úgy érzi, hogy tudott volna ennél jobbat? Tessék, erről beszéltem, nem vérdőn kapott mindenki 10-9 pontot tőlem, mert láttam, hogy kitáncolták a lelküket, és ezt külön köszönöm nektek, hogy nagyon lelkiismeretesek voltatok, imádlak benneteket, tényleg. Köszönöm. És akkor megvan a végeredmény. Az egyes, a hármas és a nyolcas csapat Holt versenyben lett a második helyezett. És a versenyt megnyerte a 14-es csapat egy hajszállal. Csak ír hozzám, a szívem vár, körbe zár, de jó lesz majd, érzem már, mi lehetünk álompár. Sokadjára hallottátok ezt a dalt, és jobban benne is volt a bugi ezért a lábatokban. A másik két nagyon kedves párosom, az egyes meg a 11-es, ők azt a fajta táncstílus hozták, amit én magam is elkövettem volna a színpadon. Úgyhogy rátok hatoskára, heteskékre, jön még kutyára dér, úgyhogy egyszer ezt a pontot majd még elveszem, majd akkor kaptok ti 9-et, a 10-es, most csúnya voltál madárver, mert lehet, hogy mindenki 10-et fog kapni, ezt nem tudhatom előre. Ahogy haladnak az adások hétről hétre, én úgy látom, hogy biztos jól megnéztétek a korábbi adásokat, és egyre nagyobb lendületet vesztek, és egyre bátrabban mozogtok. Ti nem így látjátok? De látszik, hogy egyre többet énekeltek, egyre jobban mozogtok, egyre dinamikusabb vagytok, és egyszerűen egyre jobb látni titeket a színpadon. És hogy tényleg egy kavalkát, hogy sok színűek vagytok, mint maga az egész műsor is. És ettől színes, ettől szép az egész világ, úgyhogy köszönjük nektek ezt az élményt. Így van. Köszönjük. És gratulálunk mindenkinek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a zsűri értékelését. Nagyon-nagyon szoros volt a verseny, és tényleg csak pici pontok egy-egy pont választotta el a helyezetteket egymástól. De végül is a végső sorrend így alakult. Negyedik helyezést érte el a hetes csapat. A harmadik helyezést a hatos csapat, a szólóhölgy. Második helyezést az egyes csapat. És akkor értelemszerűen az első helyezett, a 11-es csapat, hatalmas tapsot kérünk nekik. Köszönöm nektek, mert nagyon jó látni azt, hogy fejlődtök és megfogadjátok a zsűrinek a tanácsát, amit akár a Vera vagy a Balázs is mondott nektek az összhangról, arról, hogy próbáltok mosolyogni, próbáltok egyre jobban élni a színpadon, és nagyon jó látni tényleg, ahogy kibontakoztok produkcióról produkcióra, és hát milyen jó osztáncokat láttunk ma. Úgyhogy köszönöm. Igen, és tényleg ez a legfontosabb, hogy minden művészeti ág azért is van, mert az ember élvezi azt, amit csinál, és reménykedik abban, hogyha ő élvezi, akkor a közönség is élvezi, hogyha festőművész, akkor megnézik a képeit, és gyönyörködnek benne, ha táncművész, akkor figyelemmel kísérik a lábmozgását, vagy éppen a tartását, és a publikum örömét leli benne, és mi bizony örömünket leltük bennetek ma, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, és gratulálok mindenkinek szeretettel. Úgyhogy egy nagy tapsot mindenki megérdemel. Köszönjük szépen, és akkor lássuk a mai nap végeredményét. Negyedik helyen végzett ma a 10-es csapat. Tapsoljuk meg őket! Gratulálok! Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Harmadik helyezést érte el a 9-es csapat. Nagy-nagy tapsot kérek nekik is, mert megérdemlik. Ha a második helyezést elárulom, akkor ki is derül rögtön az első. Na de nem sigázlak titeket tovább. A második helyezést az ötös csapat ért el. Nagy tapsot kérek.
És ki más lenne az első helyezett, mint a második csapat! Mondtam neked tibi, ott nincsen semmi bibi. Ha elmegyek az éjszakon bulogni. Itt a ráadás most megint egy ráadás volt, hiszen azt láttam, hogy itt aztán mindenki betette. Tehát tényleg most már nem azt néztem, hogy ki a jobb. Ki hibázik egy kicsit, és ott nem differenciáltunk a pontokkal, mert tényleg itt mindenki figurázott, mindenki mindent mutatott. Tehát valójában megint nagyon-nagyon egységes színvonalat tudtatok hozni. De most szerencsére két hibát kiszúrtam, ugye a 6-os csapatnál és a 14-es csapatnál, és ezért kaptak ők egyel kevesebb pontot tőlem. Meg hát a lányok amúgy is ilyen jólelkűek, én meg nem. De azt gondolom, egyébként tényleg tök jó volt mindenki, sőt én azt gondolom, hogy ez az egész mai napra érvényes. Ti is így látjátok, nem Vera? Kiemelkedő volt tényleg ez az öt csapat, szólista csapatban és négy csapat, tényleg kiemelkedően jók voltatok. Én folyamatosan nagyon dicsértelek benneteket, hogy ehhez többet nem is tudok hozzátenni. Hát, hogyha gondoljátok, akkor eljöttek velem haza. Én szívesen folytatom veletek ezt a kis purpárlét, ezt a kis táncikát, úgyhogy várlak szeretettel, nem mondom meg, hogy hol lakom. De tényleg, nagyon gratulálok, nagyon szeretlek benneteket. Köszönjük! Sokszor elfeltettétek velem, hogy hol is ülök, mert egy jó buliban éreztem magam, és tényleg annyiszor oda akartam menni hozzátok, meg azt is sokszor elfeltettem, hogy amatőr táncosok vagytok. Úgyhogy mindenki előtt le a kalapra, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Nagyon szépen köszönjük a zsűri értékelését, nektek pedig köszönöm, hogy így beleadtatok mindent, és akkor lássuk, hogy mire is volt ez elég, és hogy ki nyerte a mai táncversenyt. És már is itt vannak a kezemben az eredmények. Izgultok? Akkor lássuk. Negyedik helyen végzett az 5-ös csapat. Tapsot nekik! Harmadik helyen a 4-es csapat. Második helyen a 2-es csapat. És első helyen holt versenyben a 6-os és a 14-es csapat. Nagyon jó leső érzés volt visszatekinteni ezekre a képsorokra, és látni, hogy milyen boldogsággal táncoltak párjaink. Bizonyára önök is láthatták, hogy egy-egy táncos pár több műsorban is feltűnt. Ennek oka az volt, hogy a szerencse nekik kedvezett, és sorsolás útján újra és újra bekerültek bizonyos részekbe. A végső döntés meghozatalánál ezeknek a táncos pároknak a legmagasabb pontszámait vette figyelembe a zsűri. Így telt hát az előző 10 rész, mókával, kacagással, jókedvel és remek táncokkal. Lássuk hát, ki lett a győztes pár. Nagyon-nagyon szépen köszönöm minden egyes résztvevőnek a teljesítményét, köszönjük szépen a zsűrinek az értékeléseket, köszönjük a Centrál Zenekarnak, hogy végig kitartottak velünk, és nagyon szépen köszönöm a versenyzőknek is, és most átadnám a szót Szűcs Balázs producernek, aki a zsűri tagja, hiszen ő fogja kihirdetni az eredményt, és ő fogja átadni a díjakat. Nagyon szépen köszönöm én is mindenkinek a figyelmet. Köszönjük a táncosainknak a kitartó és hosszú táncot. És hát azt gondolom, hogy nem fogunk a sorba végigmenni. Harmadik, második, illetve első helyezettet szeretnék kiirdetni, de azt gondolom, hogy mindenki más, akit részt vett ezen a produkción, ez mindent hozzátett, amit ehhez hozzá lehetett tenni, és mindenkinek külön is és egyben is gratulálni szerették. Kezdjük akkor a harmadik helyezettel. A harmadik helyezett az nem volt más, mint a 2-es páros. 172 ponttal, kérem, jöjjön ide! Közben megkérném műsorvezető társamat, illetve a háziasszonyt, Katicát, hogy egy ajándékcsomagot legyen kedves idehozni, illetve egy ilyen fémdobozos ajándékot is tegyünk oda mellé. Ezt fogadjátok nagy szeretettel. Ez egy remek sápusztai pálinka, illetve hát egy ajándékcsomag a produkciótól. Köszönjük szépen!
Második helyezettünk, kérlek, kicsit húzódjunk odébb, hogy ő se elférjen. Nem más, mint a négyes páros 173 ponttal. Gratulálunk! Őnekik is szeretnénk átadni egy remek pálinkát egy kis ajándékcsomaggal. És most jön a lényeg, a kétszemélyes wellness hétvége, hiszen mindannyian erre gyúrtatok. Ennek a helyezettje pedig egyetlen pont plusszal nem más, mint a 14-es páros. Nagy tapsot nekik! Gratulálok az első helyezett 14-es párosnak. És kell, hogy mondjam, hogy egy-egy pont különbség volt a harmadik, a második és az első között, úgyhogy volt egy kis szerencse, egy kis mázli, meg hát a tudás. Tapsoljátok meg egymást, mindannyiótokat megérdemli. Mindenkinek gratulálok. És amikor mentek le a színpadról, ott a kollégáim egy-egy ajándékcsomagot minden párosnak át fognak még adni, jó? Akik nem kerültek be az első háromba. Remélem, hogy fogunk még találkozni a közeljövőbe. Remélem, hogy jöttök még hasonló produkcióra. Úgyhogy sok sikert és további szép estét. És köszönöm szépen a zsűritagoknak, a kolléganőknek a hozzáértő és szakértő hozzászólásokat. Ők látszívek voltak, én nem, de hát azért valahogy sikerült ezt is lebonyolítanunk. És én is köszönöm szépen a háziasszonyunknak, Katicának, a remek műsorvezetést, a remek dalokat. És hát szeretném megköszönni itt a mögöttem elbújt Centrál zenekarnak, Rácz Olivér vezetésével vettek részt a mai produkcióba. Szerintem igen jók voltak ők is, és mindenképpen nagyon kitartóak, gratuláljuk nekünk is, és egy tapssal búcsúzzunk. És akkor azt gondolom, hogy ez volt a kavalkádmai felvétele. Köszönjük, hogy itt voltatok. Egy utolsó mosolyt a fotósoknak, háziasszonyunkat is kérném szépen. És utána mindenkit útjára engedünk. Remélem, jól szórakoztatok. Sziasztok! Remélem, Ibolya és Sanyi nagyon jól fogja magát érezni a földéként szolgáló sápusztai wellness hétvégén. Jó szórakozást kívánunk nekik innen is! Habár az első évad véget ért, a kavalkád halad tovább. Új dalokkal, új táncosokkal és új előadókkal. Továbbra is várjuk Önöket a képernyők elé, a viszontlátásra. Na, fedeles kuli, pintyó, állat, tisztán, nem jár oda lovasintón, rég a babám. Nem bánom, nem bánom, ha gyanúk jön, én akkor is megvárom. Ha mondom, nem bánom, nem bánom, ha gyanúk jön, én akkor is megvárom. Na, fedeles kuli, pintyó, jaj, de hideg, összehúj a kédes rózsám, nők a veleg. Ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a roma szerelem nagy kincs. Ha mondom, ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a roma szerelem nagy kincs. Számolom, a számolom a csillagokat, olyan sokan holnapra is dolgomakat. Nem bánom, nem bánom, velem babám, hogy szívesen számlálom. Ha mondom, nem bánom, nem bánom, velem babám, hogy szívesen számlálom. Hogy nem vagy enyém. Jaj, akármit is beszélnek, a te szíved már az enyém. Jaj, akármit is beszélnek, a te szíved már az enyém. Nem megyek a bába veled, nem táncolok ottan veled. Jaj, de ha mégis elmegyek, hát meglátod, hogy csodát teszek. Jaj, de ha mégis elmegyek, hát meglátod, hogy csodát teszek. Elmondom én mindenkinek, hogy rám mi mondom szeret. Jaj, elénekem én a dalom, megsegítem a rámimat. Jaj, elénekem én a dalom, megsegítem a rámimat. Szél, jaj, de fázom én.
Kavalkád produkciót támogatta a Sápusztai Pálinka és a Sápusztai Wellness Panzió.